Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Xiaomi Magyarország YouTube csatornáján az én nevem Zolt, Talán emlékszik mindenki arra a hírre, ami nem olyan régen felütötte a fejét, hogy egy konkurens gyártónál van egy olyan kamera, ami átlát minden. Nyilván a mindenen az nagyon-nagyon erős kifejezés, de van benne egy olyan lencse, egy olyan szenzor, aminek köszönhetően bizonyos anyagokon valamelyest azért képes átlátni a kamera. Na most ez nem olyan új dolog, a xiaomi a kínálatában ugyanis már régóta van, vagy vannak olyan mobilok, amelyek képesek éjszaka is látni. Ez a két mobil pedig a Pocophone F1, valamint a Xiaomi Mi 8, utóbbi itt is található a kezemben, ez az egyik személyes kedvencem, annó a kategóriához képes szerintem rendkívül itt nyújtott ez a készülék, az AMOLED kijelzőnek, az optikai stabilizátorral ellátott kamerának, vagy éppen a Snapdragon 845-ös lapkának köszönhetően mind a mai napig tökéletesen használható mobilról van szó. Igen, ám, de itt a lényeg az, hogy az előlapon nem véletlenül olyan nagy a szenzor sziget, mint ami ennek látjuk, hiszen itt nem csak az előlapi kamera bújik meg, hanem egy infra is, aminek segítségével sok mindenen képes átlátni a kamera, sőt, még akár éjszaka is használható. Ahhoz, hogy erre képessé tegyük a mobilunkat, nincs sok dolgunk. Bele kell menni a Play áruházba, és a kamera IR, vagy IR kamera névre keresztelt alkalmazást kell megkeresnünk. Semmilyen hekkelésre vagy bootloader nyitása nincs szükség, ez egy fentlévő alkalmazás, amit, hogyha telepítettünk, akkor meg kell adnunk a szükséges engedélyeket, hiszen hozzá kell férjen nem csak a kamerához, hanem a belső tárhelyhez is. Ezek után pedig az előlapi kamerát, illetve az infrát együttesen használva képes átlátni dolgunkat. logo Próbálkoztam én azért sok mindennel, nyilvánvaló, hogy mire képes vagy mire nem. Rögtön először a karom felé irányítottam, és elképesztő, hogy milyen látványos felvétel készült a karomban futó erekről. Tökéletesen látszik, hogy hol vannak vastagabb vagy vékony erek. Hihetetlen, hogy ilyenre képes ez a telefon is. Nyilván utána különféle anyagokkal kerültem szembe, például ilyen vékonyabb szövettel, ruhával próbálkoztam, a pólom alá betettem a Xiaomi Mi 10-nek a dobozát, és képes volt átlátni ezen a vékony szövet Anyagon a, a kamera, még a kicsit vastag a pólókon is, de nyilván, ha valami nagyon-nagyon-nagyon vastag ruhát használunk, például egy farmert, akkor ugyanez a művelet nem fog működni. Egy vékony papírlapot is odatettem, például egy szerencsét csoki elé. Normál esetben nem látjuk, hogy mi van a papírlap mögött. Hogyha viszont eléggé ráhúzzuk ezt a papírlapot és közel helyezzük a kamerát, akkor képesek lehetünk a különféle mintákat meglátni. A szatyoroknál szintén működik a dolog, persze, hogyha valamilyen nagyon fekete, visszatükröződő plastikkal találkoztam, akkor már ott azért probléma adódott, ugyanígy a műanyag esetén is az volt a helyzet, hogy a vastagabb műanyag esetén nem tudott belehatolni a különféle részekbe a kamera, viszont hogyha valamilyen színezett vagy nagyon vékony műanyaggal próbáltam, akkor tökéletesen látszódott, hogy mi van ott legbelül, akár egy elem, akár mondjuk egy rugó, ami egy ilyen spriccelőn belül található. Amire viszont ez a kamera így használható, az az éjjel látás. Amikor teljes sötétség van például a szobában, akkor ezzel a megoldással szinte mindent láthatunk, mint hogyha mondjuk a biztonsági kamerák egyikét használnánk, ugyanilyen infrás megoldással működnek az is. Például megpróbáltam a macskát követni, és egész jól sikerült, teljesen jól látodott, pedig Tökéletes sötétség uralkodott, már ez éjfél körül volt, amikor egy lámpa sem világított. Persze kényelmetlen, hogy az előlapi kamerát kell használni, tehát nem tudjuk normálisan a telefont a kezünkben tartani, plusz a kijelzőt nézni, ettől függetlenül viszont egy-két esetben jól jöhet, azért vigyázzunk, mert nem lehet különféle kukkolásokat végezni, és ez semmiképpen nem is ajánlanánk, de arra jó, hogy mondjuk ilyen vicces felvételeket készítsünk egyes tárgyakról, vagy akár éjszakai fotókat készítsünk. A salmi Mi 8, tehát nem csak a különböző is ismert képességeim miatt egy jó választás mind a mai napig, hanem akár az infrás kamerájának köszönhetően is. Remélem, hogy tetszett ez a kis szőszenetnyi videó, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, plusz kövessetek a Facebookon, Instagramon, valamint a salmilife.hu weboldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!